A Merák elleni küzdelem hónapjában már nem az első esemény hívja fel a figyelmet a prevenció fontosságára. A múlt heti séta után ezúttal a nagyfehérvári sportklubok képviselői jelezték elkötelezettségüket az ügy mellett, valamint az Alba Pláza, amelynek zászlórúdjaira rózsaszín szalagokat vontak fel. Negyedik alkalommal rendeztük a rózsaszín felvonulást a hét elején, és nagyon örülök annak, hogy mellénk állt az Alba Pláza, és mellénk álltak a sportolók. Ahogy ott Závodszky Noémi színésznő mesélt ennek a fontosságáról, én úgy érzem, ha férfiak, sportoló férfiak, akikre odafigyelünk, ők is emellé állnak, az nagyon sokat jelenthet nekünk. Az Alba-Fehérvár pénteki bajnokia előtt a játékosok újabb gesztussal jelzik, fontosnak tartják a szűréseken való részvételre buzdító kampányt. A pénteki mérkőzésünk előtt a játékosok és a stáb tagjai egy-egy szál rózsaszín rózsával fognak kedveskedni a hölgyszurkolóinkat, és mindenhol, ahol lehetséges, felhívjuk erre a figyelmet és ennek az ügynek a fontosságára. A Szapa-Fehérvár AV19 hokisai jövő pénteken a Klagenfurt ellen szintén virágokkal demonstrál. A videótollabdarúgói pedig október 28-án a Debrecen elleni rangadón rózsaszín felsőben vonulnak majd pályára.